A Sorsunk és Jövőnk szeretett szolgálat elnöke, Urbán Erika a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én meg is néztem gyorsan a honlapjukat, meg hát tudtam, amikor készültem arra, hogy találkozunk, hogy az önök szervezete több olyan házat, otthont üzemeltet, ahova pont a családon belül bántalmazott nők gyerekekkel elbújhatnak, védelmet kaphatnak, utána segítséget kaphatnak, nem csak egyszeri és alkalomszerű segítséget. Na de hát pont ezért kezdődött az aláírásgyűjtés, és szerintem kezdetektől fogva önök is tudják, hogy nem ez a megoldás, ez csak egy átmeneti tüneti kezelés. Hát egyrészt átmeneti tüneti kezelés, másrészt azért egy segítség felé elindulás, hiszen az ember kitől várja a segítséget, mint nem a döntéshozóktól. Annyit azért módosítanék, hogy a házaink, tehát 4 házat működünk, ezek a házak nem csak bántalmazottakat, hanem krízis helyzetbe került családokat is fogadnak be. Tehát így ez az igazsághoz hozzátartozik. Viszont 5 évig működtettük a Magyarországi Egyetlen Shelterházat, ahova csak bántalmazottakat fogadtunk be. Ez azt jelenti, hogy több ezer, tehát 3-4 ezer áldozattal találkoztunk, de a szervezetünk 10 éve működik, tehát ez a szám igazából lehet, hogy ennél sokkal magasabb. Hát, és az a szám, hogy hány bántalmazott nő és gyerek van ma Magyarországon, meg van évek, évtizedek óta, azt a számot meg tippelni se tudjuk, mert hogy a legnagyobb baj ezzel az egész történettel, hogy mivel családon belül történik, nagyon nagy a látencia, nagyon nagy a titoktartás, a félelem, hogy kikerül a családi szennyes az utcára, ezért nem fordulnak éveken, évtizedeken keresztül a nők a hatóságokhoz, nem kérnek segítséget, legtöbb esetben akkor derül ki, amikor már tragédia történik. Tehát, hogy itt ez több, mint egy büntető törvénykönyvi tétel, ha lesz egyszer, több, mint a távoltartás intézménye, itt bizony a fejekben is, tehát ott is rendet kéne raknunk. Igen, ugyanaz a véleményem. Maga a törvény hiányossága nyilván egy jogbiztonságot hiányol azoknál az áldozatoknál, akik ilyen helyzetbe kerülnek, de azért nem lehet megtippelni a családon belül erőszak áldozatainak a számát, mert a média, amivel foglalkozik, vagy ami a nyilvánosságra kerül, egyébként jól említette, 62%, aki ki is mondja, hogy szégyellem elmondani, hogy velem ez történt. Azon kívül van egy hatalmas nagy szám, akik olyan terrorban és olyan elnyomottságban élnek, amire azt mondhatjuk, hogy ez a modern rabszolgaságnak a szindrómája. Ez alatt nem azt értem, hogy azért, mert egy nőnek el kell mosogatnia, vagy házi munkát kell végeznie, hiszen azt gondolom, hogy vannak női és férfi szerepek. A női és a férfi szerepekbe beleillik az, hogy a nő ezt a feladatot csinálja egy egészséges párkapcsolatban, a férfi pedig másik feladatot csinál a háztartáson belül. Azok a nők és gyermekek és kiszolgáltatott gyengébbek, akár az időseket is itt említhetném, akik viszont ebben a modern rabszolgaságban élik az életüket, elmondhatatlanul szenvednek, és elmondhatatlanul épülnek le pszichésen. Tehát ami nagyon-nagyon súlyos és nehezen megfogható, az a mentális leépülés. És ha ennek a számát vizsgálnánk és keresnénk, és próbálnánk kinyomozni, nagyon, nagyon meglepő számokat kapnánk. Ami számomra megdöbbentő, hogy amit most mutatunk a nézőknek, ezeket a rajzokat gyerekek készítették. Igen. És ugye itt nem azt mondták nekik, hogy rajzoljátok le a családon belüli erőszakot, nem. Hanem rajzoljátok az életetekről. Hát ezek a legszörnyűbbek, tehát ezek a képek a legszörnyűbbek. Igen, a gyerekrajz az egyik legjobb vizsgálati forma, hiszen a gyerekeknek a belső motivációja és indukációja az, ami egy rajzban előkerül. Ezt nem lehet befolyásolni. A rajzban az történik meg, ami a belső mozgásokat mutatja, a gyerek belső mozgásait. És a családon belül erőszaknál egy nagyon lényeges kérdés az, hogy a gyerekeknek a sérülése az mennyire marad háttérben. Beszélünk ugye a nők bántalmazásáról, beszélünk a családon belül erőszakról, de figyelembe kell venni azt, hogy a gyerekek, akik ezekben a családokban élnek, mindegyik gyermek sérülté válik, különböző módon természetesen. A félelemnek a megélése az egy nagyon-nagyon nehéz kihívás egy zárt körben, amire azt mondjuk, hogy egy védett háló a család. Az kéne, hogy a biztonságot igen, adja, nem a félelmet, igen. A teljes biztonságot. Igen. Én azt szoktam mondani, hogy, és nagyon jó volt, hogy az elején ezt említette, hogy a fejekben és a társadalomban kell megváltoztatni először a szemléletmódot, mert egész biztos vagyok abban, hogy ha valaki azt látja, hogy a szomszéd házába betörnek, abban a pillanatban rendőrséget hívja. Tehát az emberek 90%-a
95% ezt megteszi. Ha azt hallja, hogy a szomszédjában folyamatosan sírás, kiabálás, gyereksírás történik, nem teszi meg. Nem feltétlenül gyávaságból, természetesen ez is benne van, de maga a szemléletmód az nem igazán fogadta el azt, hogy a családon belül erőszak, az embereknek a megalázása, szellemileg, fizikailag, gazdaságilag a megtiprása. De ugye itt van egy másik szempont is, tehát egyrésztről igen, tehát hogy az a szemlélet, amin változtatni kellene, hogy az egy másik család élete. Hallom, hogy verik, hallom, hogy még a gyereket is veri, de mi közöm van nekem, az egy másik család, nem avatkozok bele. De ennek van egy másik oldala is, hogy azért nem avatkozik bele, nem csak azért, mert ez egy másik család, hanem pontosan tudja, hogy nem fog semmi történni. Kijön a rendőr, azt mondja, általában, vagy az esetek nagy többségében úgy tudom, aztán amikor a rendőr becsönget, vagy belép, ha éppen nincsen tetlegesség, ha éppen nem ütik, verik egymást, vagy a férj nem üti, veri az asszonyt, akkor sajnos nagyon sok esetben azt szoktam, hogy nem, hát itt nem történt semmi. Tehát, hogy ezért sem hívunk rendőrt, mert hogy tudjuk azt, hogy a tapasztalatok nem azt mutatják, hogy a rendőr közbelép, és azonnal viszi el a dühöngő apát, és örökre megoldják a helyzetet, hanem hogy még akkor se történik. Igen, de azt is figyelembe kell venni ebben az esetben, hogy nagyon sokszor, mikor a rendőr kimegy, a nők visszavonják. Erre utaltam én is, igen. Tehát hogy azt mondja a nő, de ahogyan már nem verekedtünk. Igen. Tehát, hogy volt egy nagyon jó példa, holland rendőrök tartottak pár évvel ezelőtt előadást a rendőrpalotában, és a holland rendőrök azt a gyakorlatot mondták el, amit én számtalanszor elmondtam az utóbbi években, hogy amikor a rendőr kimegy, a sapkájába egy pici kamera van építve. Ez a pici kamera felveszi a helyszínt, lehet módosítani utána a feljelentés tételét, jelentőségét, de maga az a tény, az a tényállás, amit ott közvetlenül lát, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly bizonyítékként szolgál. Hát.